Meglepő jelenség kezd kivontakozni a lakáspiacon, az ország legnagyobb részén így megyénkben is drágább lakást venni, mint családi házat. Ennek okai, hogy a társasházi lakásokra nagyobb a kereslet, a támogatásokat jobban igénybe lehet utánuk venni, és fenntartási költségük is alacsonyabb. Az érdeklődőket persze sok más szempont is befolyásolja a választásban. Mindenféleképpen tégla keresnek, ami szigetelt, és a nyelezzárói már ki vannak cserélve. A burkolatokat konyha, a fürdőszoba annyira nem veszik figyelembe, hisz azt tudják saját ízlésükre igazítani. Ami nagyon fontos, hogy a csok körülményeinek, feltételeinek feleljen meg az ingatlan, tehát a jellemző, ha család jön be a képbe, az az 50, illetve a 60 négyzetméter fölötti ingatlanoknak a keresleten nőtt meg. A KSH állatai szerint az adásvétele körülbelül 96%-a használt ingatlan piacon történik. Az otthon szakértő szerint jelenleg kevés is az új építésű ingatlan, több családi házra lenne szükség, mint amennyi megépül. Ennek részben az idő, részben pedig a szakemberek hiánya az oka. Előre láthatólag a most kezdődő projektek is csak jövő május környékén fejeződhetnek be. Annak azonban, aki lakásvásárlásra adja a fejét, jócskán zsebbe kell nyúlnia. Az anyagi szempont az most ott jár, hogy ha ingatlant szeretnénk vásárolni, 11-12 millió forint alatt már nem is gondolkozhatunk lakásvásárlásban. Tehát mindenkinek a pénze a szabja meg, hogy milyen ingatlan tudok neki keresni. Ha nincs erre a dologra csak 20 milliója, akkor előfordulhat, hogy csak panel ingatlant tudunk nekik értékesíteni, hiszen azoknak a négyzetméter ára még lejjebb van. A társasházi tégla ingatlanoknak sokkal feljebb van a négyzetméter ára, de az árat az leginkább az emelet, és a Hely határozza meg. Nyiregyházán jelenleg a szűkben városa, déli alközpont, illetve örökös föld a legfelkapottabb, nem elett sokan vásárolnak lakást az északi körúton és az egyetemek környékén. Az érkerti várost észre viszont még mindig sokan útszkodnak.